csatornapénzt visszafizetését a következőképpen lehet igényelni. Írjuk be a keresőbe, kötőjel önkormányzat. Ezt követően a kereső kidob egy portált, amire kattintsunk. Itt már is két lehetőség adódik, mint látható, az egyik ügyintézés bejelentkezéssel, a másik pedig bejelentkezés nélkül. Válasszuk első körben az ügyintézés bejelentkezéssel, ahol ügyfélkapuval fogunk bejelentkezni. Mindenkinek érdemes ezt követni, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval. Most a saját adataimat adom meg, és perceken belül belépünk. Az ügyfélkapus bejelentkezés azért jó, mert az űrlapon majd az adataim jó részét a rendszer betölti, így nem kell azzal foglalkozni, hogy ezeket az adatokat beírjuk. Itt kiválasztjuk Érd megyei jogú város önkormányzatát, már is feldobta a rendszer. Itt a kiválaszt gombra kattintunk. Itt pedig az ügyindításra fogunk kattintani. A gomb megnyomása után betölti az űrlapokat, illetve az űrlapkeresőt. Az ágazatnál kiválasztjuk a szociális lehetőséget. Most nem látszik ugyan, de itt, ha bárki belép ebbe a rendszerbe, akkor tud választani ügytípusok közül, tehát a szociálisat válasszuk. És az ügytípusoknál pedig egyetlen lehetőséget feldob majd a rendszer, ez pedig a kérelem. És most ezt az űrlapot lehívjuk, letöltjük. Egy ilyen űrlap van Érd önkormányzatánál, ez pedig maga a csatornapénz visszaigénylésének az űrlapja, és elkezdjük online kitölteni. Betölti a rendszer az űrlapot, és mivel be vagyunk jelentkezve, ezért a rendszer, mint látható, betöltött a személyes adataim jó részét, még az adószámomat is. Elkezdjük az űrlapot kitölteni, aminek több fejezete van. Itt fent a menüsorban választjuk ki a lehetőségeket, és végül pedig beküldjük